Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2023. december 27-én szerdán este 7 órakor. Mindjárt kezdünk! Gyógyászati eszközöket és játékokat gyűjtöttek a gyermekosztály részére a járőrök. Jubileumi évet kezd a Szabolcsi Koncert fúvószenekar és mazsorett csoport elsején az arénában. Polgármesteri kitüntetés az Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetségétől. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Adománygyűjtést szerveztek a Készenléti Rendőrség regionális bevetési igazgatóságának vármegyei járőrei. A befolyt összegből a József András Takkórház gyermekosztályának részére vásároltak gyógyászati segédeszközöket és játékokat. Az átadó ünnepséget szerdán tartották. Babafigyelő monitorokat, kompressziós inhalátorokat, vérnyomásmérőket, pulzoximétereket vásároltak, illetve különböző eszközöket és gyerekjátékokat gyűjtöttek össze a gyermekosztálynak a vármegyei járőrök. A karácsonyi időszak sokak számára a jótékonykodásról szól. A kórházban dolgozók és beteg gyermekek is szívesen fogadták az adományokat. Nagyon hasznos ez a gyerekek számára, mert nem csak a gyógyító eszközök, bár úgy tudom, hogy az adományok között vannak gyógyító eszközök is, amelyeket a munkánk során nélkülözhetetlenek, fontosak, de ezek a kis ajándékok, amikkel a gyerekek játszhatnak, ez növeli az ő komfortérzetüket, biztos, hogy hozzájárul, hogy minél hamarabb gyógyuljanak, és a körülményekhez képest viszonylag jól érezzék magukat a kórtermekben, az osztályokon. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer. A Készenléti Rendőrség 22-es bevetési osztálya közel 200 fővel működik. Az adománygyűjtést az egyik rendőr kezdeményezte, ehhez csatlakoztak kollégái. Karácsony van, aztán a gyerekeknek biztos nem jó élmény a karácsonyt itt benne a kórházban tölteni. Ezek az ajándékokat szeretnénk nekik az bent töltött napokat egy kicsit feledhetőbbé tenni. Fújt Ferenc hozzátette, a Készenléti Rendőrség számára fontos ez a társadalmi cselekedet, mely által kicsit szebbé tehetik a beteg gyermekek hétköznapjait. Csak úgy, ahogyan tették ezt idén többek között a Most Élsz Egyesület tagjai, akik 500 000 forint értékben adományoztak modern intenzív ágyat, vagy az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft., akik diagnosztikai készülékkel, valamint egy speciális vizsgáló fejjel járultak hozzá a betegellátáshoz a gyermekosztályon, de adomány gyűjtött még a Gold Dance Group tánstúdió, a Bohóc doktorok pedig a jó kedvet is elhozták a kórházi ágyak mellé. Nincs karácsony kántémusz nélkül. A nyíregyházi kántémusz kórus család minden évben megrendezi hagyományos karácsonyi koncertjét. Idén a nagy érdeklődésre való tekintettel december 20-án, 21-én és 22-én 3 napon keresztül 4 koncertet adtak a kórusok a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében. Közreműködött a Napsugár Gyermekkar, a Kántémusz Fiúkórus, a Kántémusz Gyermekkar, a Kántémusz Ifjúsági Vegyeskar, a Promuzika Leánykar és a Kántémusz Vegyeskar. Vezényelt Szőke Rita, Szabó Soma Liszt díjas karnagy és Szabó Dénes Kossuth díjas karnagy. A hangversenyen felcsendült többek között egy kortárs zeneszerző Kutrik Bence egy darabja, Kocsár Miklós Karácsonyi Dalok című alkotása és természetesen a hagyományos karácsonyi dallamok. A hangversenyt a Csendeséj zárta. A 36. újévi koncertre készül a Szabolcsi Koncert fúvószenekar. A Continental Arénában január 1-én 5 órára várják a zenekedvelőket egy számukra ünnepi esztendő első napján, hiszen a zenekar 85 éves lesz 2024-ben, míg az országban elsőként létrehozott mazsorett csoport 50 éves jubileumnál tart. Kérdésünkre Bakó Levente, az együttes művészeti vezetője elmondta, a nagy múltra visszatekintő koncertre, mely ezúttal is merít a hagyományokból, de törekszik a megújulásra, most is hívtak nyíregyházi művészeti együtteseket, teljesebbé téve a gála műsort. Thank you.
A Happy New Year című ABBA slágerrel kívánt boldog új évet a Szabolcsi Koncert Fúvó zenekar idén januárban a Mazsoret csoportjai és Nyíregyháza művészeti együtteseinek társaságában. 2024 első napján délután 5-kor a Continental Arénában várja a zenekedvelőket a Patinás csoport, mely jövőre kettős jubileumot ünnepel. Hát kettős jubileumot ünneplünk 2024-ben, ugyanis a Fúvós zenekar 85. éve működik itt Nyíregyházán. Szerintem már lassan kimondhatjuk az egyik legrégebben működő kulturális csoport idehaza, valamint a Mazsoret csoport is 50 évet megért már. Ő azért nagyon különleges a Mazsoret együttes, hiszen először az országban Nyíregyházán alakult Tonté László és Batári Ildikó. Hát ő házaspár volt, de ugye Tonté László a fúvószenekar atya volt, és Ildikó néni pedig a Mazsoretté, ők indították el ezt a nagyon szép évű pályát. Azt szoktam mondani a mazsorettesekre, zenekar, ahhoz képest, hogy 50-85 az évforduló, még most is nagyon jól tartják magukat. Mindezt pedig be is bizonyítják, hiszen a három generációt átfogó Mazsoret csoportok, tehát a Csillagok, a Kék Delfinek, valamint a versenygyőztes, külföldi turnékon is bemutatkozó Tűzmadarak mellett erre az alkalomra összeáll egy negyedik. A Főnix azon táncosokból áll, akik még gyermekkorukban a művészeti vezetővel együtt léptek fel, mára azonban édesanyák lettek, és a szünet előtt a Macskajaj című film ismert dallamára táncolnak. A csapaton kívül ezúttal is meghívást kapott Nyíregyháza több művészeti együttese, hogy színesítse a műsort. Így a finálét, a We Are the World világslágert, a Hangszín musical és színi tanoda énekli, és társas táncokkal érkeznek a Nyíregyháza táncklub tagjai Marján Klára vezetésével, a művészetisek pedig folyamatosan szerepelnek. Ez a második évadom a Nyíregyházi Művészeti Iskolában, ugyanis a zeneművészeti tagozat fúvós, illetve ütőhangszeres diákjai heti két alkalommal órarend szerint a nagyzenekar próbáit látogatják, mint zenekari gyakorlatot teljesítik, és most már nagyszerűen beilleszkedtek, csak őket azért szeretném kiemelni, mert ők ugye végig a zenekart tagjaiként ülnek a koncerten, viszont akik ropni is fogják közülük, szintén a művészeti iskola táncművészeti tagozat hallgatói lesz, ők a kartáncot fogják eltáncolni. Ami pedig a teljes programot illeti, a kedves nézők számíthatnak klasszikus nyitányra, lírikus keringőre, lendületes amerikai zenére, fúvószenekari indulóra, itáliai slágerekre, de természetesen lesznek majd meglepetések, amik csak az új esztendő első napján derülnek ki. 36. éve, hogy folyamatában van egy újévi koncert, mindenki számít már dolgokra, a közönség a fellépők egyaránt, de a koreográfia, a műsor összetétel és sokszor a műfajoknak egy kicsit az összekeverése, az mindig nagyon jó lehetőséget ad számunkra, hogy egy kicsit a hagyományokat tiszteletben tartva, de újszerűen új köntösben is meg tudjunk jelenni. A 2024. január 1-én délután 5 órakor kezdődő koncertet a Nyíregyházi Televízió rögzíti, és felvételről január 20-án szombaton 20 óra 30 perctől sugározza majd a Kult Óra című műsor keretében. Frim Jakabról, a neves gyógypedagógusról nevezték el azt a díjat, melyet az Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége adományozott Nyíregyháza polgármesterének azért a munkáért, melyet a fogyatékos emberek érdekében végeznek. A törődésért és azokért az intézményekért, melyek nappali vagy egésznapos ellátást biztosítanak a rászorulók számára. Frim Jakab, a neves tanító gyógypedagógus a 19-20. Század fordulóján elsőként figyelt fel az értelmi fogyatékosok nehéz sorsára, és hozott létre számukra nevelőintézetet Rákospalotán. Ő vezette be a gyógypedagógia fogalmát is a hazai oktatásban. Francia, holland, német és orosz útjain tanulmányozta az ottani gyógyintézeteket, ezekre a tapasztalatokra épített munkássága során. A róla elnevezett elismerést évente 5 személy kaphatja. 2023-ban köztük volt dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, aki a helyi új évfolyész javaslatára került a kitüntetett. Közé.
Bár a díjat én vettem át, de azt gondolom, hogy elsősorban azokat illeti, akik az önkormányzati rendszerben a civil szervezetekkel is együttműködve, az egyházi szervezetekkel is végzik ezt a nagyon fontos munkát, és hát azt ott megtudtam, hogy nagyon sok olyan dolog van itt nálunk a mi városunkban, ami egyedi, például fogyatékosügyi tanács, amit létrehoztunk annak érdekében, nem csak az értelmi fogyatékosok, minden fogyatékkal élő embereket, gyerekeket képviselő szervezet tagja, és tőlük egy folyamatos kapcsolatot kapunk, javaslatokat, véleményeket, konzultációs lehetőséget. Ez nagyon fontos, mert a városvezetés számára ez egy prioritás. Nem véletlenül kapta meg Nyíregyháza 2012-ben a hozzáférhető városdíjat sem. Minél nagyobb egy város, annál nagyobb feladat gondoskodni polgárairól. Ez a díj megerősítés, elismerés és biztatás arra, hogy jó úton járunk, vélekedett dr. Kovács Ferenc. A városunkban azon túl, amit az állam biztosít a fogyatékosok részére a törvényekbe, azon túl is sok mindent tesznek, és segítik azokat, akik a fogyatékosokkal foglalkoznak. Egyáltalán az Éfolyész is egyik ilyen kezdeményező volt, hisz ez volt a legelső itt nálunk, aki a fogyatékosokkal foglalkozik, és nagyon segítik, ha valamivel hozzáfordulnak, hogy szükség lenne meg mi, akkor segítenek. Na most nálunk a Bárci iskola volt az első iskola, bentlakásos intézmény, ami létrejött, ugye a háború utáni években alapult meg, 53-5-től kezdődött az építkezése ennek az intézménynek. Nyíregyházán az 1956-57-es tanévben indult a tanítása a Bárci Gusztáv általános iskolában, a készségfejlesztő intézményben. Ahogy Tadnai Ottóné fogalmaz, csupán egyetlen képzett gyógypedagógus volt az iskolában, a többiek tanári diplomával vagy érettségi után jártak a fővárosba tanulni, diplomát szerezni. Nem kis feladat értelmileg vagy tanulásban akadályozott, autista és súlyos, halmozottan fogyatékos gyerekek, fiatalok tanítása, nevelése. Nyíregyháza város 4 támogatott lakhatást nyert a város maga, és ez nagyon nagy dolog, hiszen csak most indult meg ez, hogy a nagy intézményeket lebontják, és legyenek ilyen 10-12 ember lakására biztosító intézmények, mert akik ott laknak, azok többnyire dolgoznak, akármilyen súlyosak is. És ez a 4-et megnyerni itt a városnak, ez azt jelenti, hogy elismerik a városnak a fogyatékosokkal való foglalkozását. Nyíregyházán a fogyatékosságügyi tanács támogatásán túl jól működő intézményekben fogadják az idős, beteg, fogyatékos embereket. A Szociális Gondozási Központ nappali foglalkoztatóját 2020-ban újították fel. Itt helyük van a pszichiátriai és szenvedélybetegeknek is, de szülői hozzájárulással lakóotthon is működik Nyíregyházán. Évek óta hagyomány Nyíregyházán, hogy a hulladékudvarokban gyűjtik a karácsony után lakásból kikerült fenyőfákat. Mindjárt mutatjuk a részleteket, de előtte nézzük a nap további híreit. Ráfutásos baleset történt szenteste a Bazonyi úton. Egy személygépkocsi fékezett, azonban a mögött érkező jármű sofőrje erre későn reagált és belehajtott. A baleset következtében egy személyt a mentőkórházba szállítottak. Megrongáltak ismeretlenek egy üresen álló pavilont a Széchenyi utcán. A faszerkezet sérült meg, akár jelentős. Elütött egy robogóst egy személygépkocsi szerda reggel a Sóstói úton. A kocsi vezetője egy hotel udvaráról akarta főútra ráfordulni, de a robogóst későn észlelte. A motorvezetője megsérült, kórházba szállították. Megkezdte a távhővezeték hiba feltárását a nyírtávhő a Tas utcán. A munkálatok miatt több parkolót lezártak. Szerencsére sem a melegvíz, sem a fűtés területén nem érezhető fennakadás a szolgáltatásban. Megrongáltak egy 90 cm átmérőjű forgalmi tükröt a 4-es Huszárok útján. A helyreállítás folyamatban van. Évek óta hagyomány Nyíregyházán, hogy a hulladékudvarokban gyűjtik a karácsony után lakásból kikerült fenyőfákat. A tövesből liget nőhet, a vágott fenyőt komposztálják, valamint mindkettő kézzel fogható ajándékot ad a gazdájának.
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Társaság sorsjegyet ad a fenyőkért cserébe. Az elmúlt években 300-400 karácsonyfát vittek be az udvarokba az akció idején. A kezdeményezésről Petru Árpád, a társaság cégvezetője nyilatkozott televíziónknak. Már hagyománynak számít, hogy az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Várja a karácsonyfákat az ünnepek végén, de hogy pontosan milyen fákat és hova is kell vinni, azt már a társaságnak a cégvezetője Petru Árpád fogja nekünk elmesélni. Valóban így van, hagyománnyá vált Nyíregyházán a karácsonyfa gyűjtő akció, amit a Nyíregyházi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja támogatásával a két nyíregyházi legnagyobb önkormányzati tulajdonú cég, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. És a Nyírvévé Profit Kft. Szervez. Az akció azon alapul, hogy az ünnep jelképét, a karácsonyfát nagyon sok háztartásban vízkeresztkor kidobják. Általában közterületre landol ez a fa, és szeretnénk Nyíregyháza a tisztasági összképét megőrizni azzal, hogy szervezett akciót rendezünk a karácsonyfák begyűjtésére. A két hulladék udvarba lehet beszállítani. Fenyőfák átadása után mindenki egy sorsjegyet kap, amivel értékes nyereményeket lehet nyerni. Azon kívül egy pár évvel ezelőtt bevezettük a gyökeres fák begyűjtését is, amit úgy szintén a hulladék udvarokba kell beszállítani, és itt 4 sorsjegyet adunk, valamint vásárlási utalványt, amit a szerződött partnereinknél lehet levásárolni. Ezeket a gyökeres fenyőfákat a Nyírvévé a saját területén egy picit aklimatizálja, hogy kikerültek a lakásból, ne rögtön beültetésre kerüljenek, hanem bizonyos eljárásnak teszik ki ahhoz, hogy a fenyőfák megszokják az új klímát, és az első adódó alkalommal, amikor lehetséges, akkor a bújtoson már erre a célra kialakított fenyőfa ligetben kiültetésre kerülnek, már elég sok fa találhat ebben a ligetben. És mi lesz a sorsa majd a vágott fenyőnek? A dízsásról ugye már beszéltünk? A vágott fenyő különböző években különböző hasznosítási lehetőségeket találtunk, valamikor égetésre kerültek termikus hasznosításra, valamikor felaprítottuk őket és visszaszolgáltattuk a városüzemeltető cégnek a városi növényágyak, cserjeágyak mulcsozására. Mennyire van még ilyen kezdeményezés más városokban, más településeken, vagy ezt akár egy ilyen egyedülállónak is mondhatjuk itt Nyíregyházán? Én úgy gondolom, hogy egyedülálló, nem nagyon hallottam országos viszonylatban, hogy valaki ilyen jellegű akciót szervezne. Bizonyára vannak, de lehet, hogy nem ad nagy népszerűséget, nem adnak ezeknek az akcióknak. Viszont én büszke vagyok arra, hogy Nyíregyházan nagyon sok olyan környezetvédelmi jellegű akciót szerveztünk, amit a Nyíregyházi Önkormányzat finanszíroz a környezetvédelmi alapból, ezzel is mutatva azt, hogy mennyire elkötelezett Nyíregyháza város tisztaságára, mennyire elkötelezett arra, hogy minél élhetőbb várost tudjunk magunkénak. Petru Árpádnak nagyon szépen köszönjük az információkat. Ahogy tehát hallottunk, a város tisztaságáért is tehetünk azzal, hogyha elvisszük a hulladéktelepre a fenyőfákat, illetve akár nyerhetünk is értékes ajándékokat. A Fátum Nyíregyháza még karácsony előtt Miskolcon lépett pályára a röplabda női extraliga 9. fordulójában. Ez volt a nyíregyházi együttes első összecsapása Adrián Hilinszky irányításával. A mieink magabiztosan nyerték meg a két csapat idei 4. találkozóját is, ez alkalommal játszmaveszteség nélkül 3-0-ra. Adrián Hilinszky vezetőedző a következők szerint értékelte a meccset. Ez volt az első mérkőzésünk együtt, és nagyon boldogok vagyunk, hogy győztünk. Az első szetben nem mindig volt meg a kontroll, de azt betudhatjuk annak, hogy ez volt az első játszmánk együtt. A folytatásban viszont egyre jobb lett a játékunk. Megvalósították a lányok, amit megbeszéltünk a meccs előtt, pozitív a jövőre nézve, amit ezen a mérkőzésen nyújtott a csapat. Megtettük az első lépést, a lányok bizonyították, hogy fizikailag jó formában vannak, és a legerősebb csapatokkal is felvehetjük a versenyt, fogalmazott az edző. A nyíregyháziak pénteken már a Szent Benedek vendégeként lépnek pályára. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Adománygyűjtést szerveztek a Készenléti Rendőrség regionális bevetési igazgatóságának vármegyei járőrei.
A befolyt összegből a Józsa András Tagkórház gyermekosztálya részére vásároltak gyógyászati segédeszközöket és játékokat. Az átadó ünnepséget szerdán tartották. A 36. újévi koncertre készül a Szabolcsi Koncert Fúvó zenekar. A Continental Arénában január 1-én 5 órára várják a zenekedvelőket egy számukra ünnepi esztendő első napján, hiszen a zenekar 85 éves lesz 2024-ben, míg az országban elsőként létrehozott mazsorett csoport 50 éves jubileumnál tart. Kérdésünkre Bakó Levente, az együttes művészeti vezetője elmondta, a nagy múltra visszatekintő koncertre, mely ezúttal is merít a hagyományokból, de törekszik a megújulásra, most is hívtak nyíregyházi művészeti együtteseket, teljesebbé téve a gála műsort. Frim Jakabról, a neves gyógypedagógusról nevezték el azt a díjat, melyet az Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége adományozott Nyíregyháza polgármesterének azért a munkáért, melyet a fogyatékos emberek érdekében végeznek. A törődésért és azokért az intézményekért, melyek nappali vagy egésznapos ellátást biztosítanak a rászorulók számára. A nyíregyházi televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!